A török kormány ellen a török demokráciáért nem csak kurdok tüntettek kedden Brüsszelben. Közben az Európai Parlament épületében Federica Mogherini, az unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője is aggodalmának adott hangot a kurdbarát HDP társelnökeinek és 9 képviselőinek letartóztatása az emberi jogok, a jogállamiság törökországi sérelme miatt. Az Európai Bizottság elnöke a Burzsi Egyetemen arról beszélt, hogy ha holnap visszautasítják a török állampolgárok vízummentességére vonatkozó igényt, akkor a felelős nem Európában kell keresni, az a török elnök lesz. Erdogan úr kell, hogy megmagyarázza a törököknek, miért nem utazhatnak szabadon Európába, mint más európai polgár. Ő az, aki nem tesz eleget az uniós vízummentesség követelményeinek, figyelmeztette a török államfőt Jean-Claude Juncker. Az Európai Bizottság szerdán mutatja be a török uniós tárgyalási folyamat alakulásáról szóló jelentését, mely alig ha mutat kedvező képet. A brüsszeli bírálatokra a török külügyminiszter reagált. Mevlüt Çavuşoğlu azt mondta, európai barátaink fordítva ülnek a lovon, úgy képzelik, ők az első osztályú országok, övék az első osztályú demokrácia, míg Törökország és mások, mint a balkáni államok tartoznak a másodosztályba. Muszáj lesz változtatni felfogásokon. Brüsszel és Ankara márciusi megállapodása értelmében Törökország visszafogadja a területéről Görögországba érkező menekülteket. Cserébe 3 milliárd eurót és állampolgárai vízummentességet kaphatnak. Selahattin Demirtaş'tan bu.